Jókedvű gyerekektől volt hangos, szombaton a bajai úszoda. A ponty-porontyra a legkisebbek jelentkezését várják, az úszást nemrég megtanuló gyerekek ugranak medencébe ezen a napon. Az idén minden bajai általános iskola nevezett diákot a megmérettetésre, valamint több baja környéki településről is jöttek gyerekek. A napi program a családi váltóval kezdődött, ahol a diákok a szülőkkel alkottak egy csapatot. Nagyon tetszett, meg egy régi álmom vált így valóra, hogy együtt úszhattunk, mert annak idején, egy jó 30 évvel ezelőtt volt utoljára, amikor még anyukámékkal úszhattam, úgyhogy most újra elkezdődött. A ponty-porontyon mindig a rövid számokban írnak ki futamokat, viszont több úszásnemben is bizonyíthatnak a gyerekek. Az alapítvány minden évben megpróbál valami újdonságot csempészni a több évtizedes múltra visszatekintő versenybe. Most az idején a szenzációs, hogy a családi váltók száma nagyon megszaporodott. Gyerek ugyan kevesebb van, de nem azért, mert nem szeretnének úszni, hanem kevesebb gyerek született. Viszont a családi váltónak nagy sikere van. Most úsznak éppen a apukák, anyukák a gyerekekkel. Eredménytől függetlenül minden gyermek ajándékot kapott a célba érkezést követően, így ebben az évben sem ment haza senki üres kézzel. A tárgyi jutalom mellett pedig minden nevező fogadhatta a szülők, rokonok, barátok gratulációját is.